az előtti videómban, ahol fejeztem be, hogy majd megmutatom, hogyan lehet rávenni egyszerűen, hogy lefeküdjön, vagy leüljön a kutya, vagy hogy az hogyan működik ebbe a rendszerbe. De az igazság az, hogy a Molly ezeket már tudja, tehát a Molly nem igazán tudom ezt megmutatni. Viszont van egy keverék fekete szuka, ez egy kidobott kutya, ezt még magától talált ide hozzánk, és hát ugye befogadtam. De semmilyen kapcsolatunk nincs, hogy különösebben jóba sem vagyok. Itt van a családban, eszik, iszik, játszik a többi kutyával. Amúgy már az elején volt egy aférunk, körülbelül egy hete, amikor már úgy jól érezte itt magát, át akartam lépni a lépcsőn fölötte. Aztán nagyon agresszíven reagált. Hát ha én meg agressziót tapasztalok, akkor én is ösztönből reagálok, úgyhogy ezt úgy azonnal vissza is kapta, legalább olyan erővel. Aztán úgy azóta nincs semmi gond a viszonyunkkal, meg vagyok vele, de nem foglalkoztunk egymással. Tehát ő egy olyan kutya, amelyik szűznek tekinthető. Hát tudomásom szerint annyit tud emberi szóra, hogy a gyere, bár rám nem nagyon hallgat. Gyere, 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 na, gyere, 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 gyere. Nos, hát emberi szóval ezt csinálja, tehát eddig ennyi volt a kapcsolatunk, hát igazából ha csak simán hívom, akkor nem foglalkozik vele. Majd hónap reggel meglátom, mit szól hozzá, ha rendesen úgy állok hozzá, mint a kutya. Fogom nézni, hogyha közlöm vele azt, hogy most figyeljen ide, akkor mi fog történni. Na, hát sikerült egy, mondjuk úgy égkézzel a videót összehoznom vele. Akkor sorba, amit látunk. De először is hát megközelítem. Aztán most ugye a telefon a kezemben van, de a lényeg, hogy a kutya felé azt a formát közlöm vele, hogy most figyeljen ide. Mert akarok tőle valamit. Most ő, mivel ugye mondtam, hogy egy befogadott kutya, meg a család többi férfi tagjától is tart, a nőktől, a gyerekektől egyáltalán nem, ő a nőkkel, gyerekekkel nagyon barátságos, és nagyon kedves kutya. Tehát én azt feltételezem, hogy aki kidobta, valószínűleg férfi gazdája lehetett, meg esetleg fölrúghatta egy párszor, de valamilyen módon a férfiaktól jobban tart sokkal, tehát a nőktől és a gyerekektől nem tart. Tehát azt azért tudni kell róla. Na, tehát akkor most a következő dolog, amit látunk, hogy ide fogom magamhoz hívni, de úgy, hogy nem szólok hozzá. Aztán, ugye mi lesz, most már utólag mondom ezt a szöveget, tehát az sikerült is odahívnom, elcsalnom magammal hátrafelé, nyílt terület felé, ott egyértelműen amit látunk, hogy a kutya elindul a saját feje után hátrafelé, akkor már nem törődik velem. Abszolút, mikor már elindul, abba az irányba szokott különben elmenni, falut járni, meg csavarogni. Tehát abszolút hátra se néz, megy a saját feje után, akkor rámordulok, de abba már beleszövöm azt is, hogy hová mész, tehát az elejét a hovának. Mindegyik alkalommal. Ugye a morgásra reagál, a hová mész, azt hiába mondom neki szóba, arra nem reagál különben. És akkor ugye a harmadiknál már úgy gondolja, hogy meglátja, hogy megyek utána, hogy hát jobb lesz, hogyha visszajön, vagy úgy érzi, hogy szimpatikusabb neki az a helyzet, ha visszajön. És akkor utána
bemegy, fölteszem azt a kis telefontartómat a traktornak az oldalára, és akkor már ugye odahívom magamhoz, jelekkel, utána játékot kezdeményezek vele, és amikor ugye szembeállok a kutyával, meg négy kézlábra ereszkedek én magam is, és a kezemet lecsapom a földre, azt a kutyák is csinálják egymás között, a páros lábból a tappancsukat lecsapják a földre, ugyan nem olyan hangos, mint amit én csinálok, de hallható, és az egyértelműen ez a mozdulat a játékra való hívás, és azáltal, hogy ugye így beszélgetek a kutyával, már szemmel látható rajta, hogy a figyelme is már nem nagyon kalandozik rá, mert látja, hogy van mondani valóm a számára, ezért rám figyel. Tehát az jól látható a kutyán. És akkor ugye azzal, hogy szembe vagyok vele, lefelé nézek, meg ugye páros lábból, vagyis hát kézzel mondjuk úgy ugye lecsapok a földre, az ugye játékra fölhívás, meg azt is jelenti, hogy feküdjön le. Azt meg is teszi, de még olyan félig meddig megadó pózba egyszer sikerül neki normálisan lefeküdni. Tehát az most egy napra bőven elég. Tehát ebből könnyen ki lehet alakítani azt, hogy lefeküdjön a kutya. És ugye már, hogyha rendesen fekszik le, már ugye látja, hogy nem dominancia fitoktatásról van szó, hanem csak játékról, akkor már nem fog hanyat hordulni, hanem normálisan fekszik le. Akkor már hozzá fogom majd tenni, hogy fekszik, és azt rövid időn belül, hát reményeim szerint majd le is tudom videózni. Holnap reggel is teszek vele egy ugyanilyen rövid kis foglalkozást, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Hát azt könnyen el lehet érni ilyen módon, hogy a kutya az emberre figyeljen. Igaz, hogy ő már egy hát öreg kutya, most értelemszerűen, hogyha valaki egy kölyök kutyát hoz a házba, maga mellé, amivel szeretettel bánik, annál nincsenek ilyen, hát jó esetben nincsenek ilyen ellenszegülések, meg hogy rámorog, főleg kicsikorában, az szinte kizárt. Tehát most egy menhelyi kutyánál esetleg előfordulhatnak előre nem látott viselkedések, mert ebből a kutyából sem néztem én ki, mikor oda került is olyan kis lájtosan viselkedett, hogy most azáltal, hogy én átlépek fölötte a lépcsőn, akkor az kiveri a biztosítékot. Hát ezt valamilyen előtte összeszedett rossz élménynek a hatására tette, ebben biztos vagyok. No, de a lényeg, hogyha ezt kölyök kutyával teszi a gazda, ez ugyanígy működik, csak sokkal könnyebben, mint egy idős kutyával. Hát az jól látszik, hogy nem volt barátságos kapcsolatunk, vagyis jobban mondva semmilyen kapcsolatunk nem volt egymással. A családban elhildegélt, eljátszott a többi kutyával. Aztán azért, hogy ez az egész érthetőbb legyen, a videót fölteszem a saját hangjával, itt most mindjárt a másik után. Ugyan nem sokat beszélek benne, a tenyeremnek a hangja hallatszik, amikor lecsapom a földre, utánozva a játékra hívó kutyának a tappancsát, bár az én tenyerem némileg hangosabb, egyszer tapsolok, az is viszonylag halk, meg erre vigyázni is kell, hogyha valaki kipróbálja, már ha hangos, akkor elrontja a hatást, ennek is ugyanaz a célja, mint a ha lecsapja a kutya a tappancsát a földre, tehát játékra hívás. Valamint egyszer próbálom utánozni szintén a játékra hívó gyors, meg egy kicsit olyan kedveskedő lihegés, de az majdnem füttyögésnek hat, de legalább a kutya érti. Hát akkor egyelőre ennyi, aztán majd holnap folytatom. Hát most szó nélkül, majd már a fehéren megmutatott jellemek próbálom ide hívni. Hát, ja, a kutya elvileg érteni fogja, ha nem, akkor tévedtem.
Mivel már öreg kutya, biztos, hogy érti az emberi szót is, annyit már minimum megtanult. Na, egész jól működik. Azt nem tudom, hogy el tudom-e innét csalni. Megy ez. Jó van. Hoppa. Bevette a fejét a telefonba. Csodon. Na, ez csak egy kavics volt. De viszont lehet, hogy mégis csak kullancs. Jó alaposan megnézi. Hát ugye a félre, mert ezt szét kell lapítani. Hey. Most el akart menni csavarogni, de meggondolta magát.
Na kezdetnek ennyi elég is.